действительно, я здесь уже второй раз. В прошлом году я была на международной конференции Агримедиа 2008. Második alkalommal vagyok itt. Első alkalommal a múlt évben az Agrimédia előadója voltam. Teljesen elbűvöl az önök intézménye, amely megőrzi a tradíciókat, és érződik az alkotás, a tudomány szelleme, melyet az épület falai sugároznak. Ощущаешь новаторство, те новые технологии, которые приходят в университет. Érződik a technológia változása. Ezt sugallta maga a konferencia és az intézmény atmoszférája. Legfontosabbak természetesen az emberek, akik nagyon felkészültek és vendégszeretők. Tudásukkal fejlesztik az intézményt, a tradíciókkal összhangban. Intézményeink között az együttműködés nem most kezdődik, nem ez az első év. Kapcsolatunk ebben az évben új irányt vesz, az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete és a Szentpétervári Állami Film és Videótechnikai Egyetem képernyőművészetkar interaktív művészet tanszékével, amely az interaktív média témakörével foglalkozik, folytatja az együttműködést. Terveink szerint a hallgatóink kölcsönösen gazdagítják ismereteiket, közös produkciókat készítenek, és ez különleges lehetőség mindkét intézmény számára. Az együttműködésünk Magyarország egyik legszebb történelmi városát, Egert, és a szép Szentpétervárt kapcsolják össze. A szakmai programot természetesen igen gazdag kulturális programmal kívánjuk gazdagítani. Ami az oktatási oldalt érinti, angol és orosz nyelven valósítjuk meg, amely a hallgatóink nyelvi ismereteit is gazdagítják. Másodszorban olyan különleges témát kínálunk mindkét fél részéről a hallgatóknak, amelyek szakmai ismereteiket bővítik. Szentpéterváron modern, professzionális animációs és filmstúdiók vannak, melyeket megismerhetnek. Az Egri Liceum Televízió egy igen korszerű stúdió, amely majd a mi hallgatóink rendelkezésére áll. Mindkét oldalról felkínáljuk gyakorlati tevékenységként a filmkészítést, ezt a hallgatók interaktív formába dolgozzák fel, mint Szentpéterváron és Egerben. Mindkét intézmény az interneten tovább folytathatja közösen a tevékenységet. Úgy gondolom, hogy ez érdekes és nagyszerű program lesz. Interaktívnym уже форматом, как здесь, в Игере, так и в Санкт-Петербурге, и потом реализовать наши проекты в сети интернет и, возможно, продолжать их уже в режиме онлайн, что тоже полезно. Я думаю, что это будет удивительно интересная программа. Azt hiszem, a mai nap egy új fejezethez érkeztünk. Mindkét intézmény levonva a korábbi évekből a tapasztalatokat, új feladatokat tűzött ki maga elé, ami egyébként jól tükrözi az Eszterházy Károly Főiskola és a Szentpétervári Egyetemnek az igényeit egyaránt. Az együttműködés elsősorban nyilván a hallgatók tevékenységére irányul, hiszen a hallgatói mobilitás az rendkívül fontos lenne számunkra. Egerbe az új szakok, új szakirányok, mesterszakok, ilyen a mozgókép, kultúra és média ismeret, amely azt gondolom, hogy ma már a Magyar Felsőoktatási Intézmények szakjai közt egy igen jelentős, rangos helyet foglalt el, és azt hiszem, hogy bizonyos vonatkozásban jól tudja hasznosítani a Szentpétervári Egyetem több évtizedes, évszázados tradícióit. És azt hiszem, ez fordítva is igaz, hiszen a Szentpétervári Egyetem megújulási törekvéseibe az EGRI intézmény több hozadékot képes produkálni, ez leginkább nyilván a digitális, az interaktív média területén. Röviden tehát a célunk, amit az együttműködés is tükröz, hogy minél több hallgató jusson el oda, hogy egymás képzéseit, egymás tartalmi mélységeit megismerhessék, produkcióiknak megfelelő teret tudjunk biztosítani, ezek akár
kiállítások vagy fesztiválok esetében nagyon jelentős lehet. És hát természetesen ezzel együtt egy-két tanárnak is lehetősége nyílik, hogy betekinthessen a másik tantervébe, tematikájába. Hát ez az együttműködési megállapodás lényegében ezt rögzíti, majdnem azt mondom egyfajta receptúra, amit a következő évtől kezdődően szeretnénk megvalósítani.